Ez a hely itt Debrecenben, ez a fiataloknak és a fiatalokról szól. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok a múlik, hogy mit hoznak ki belőle. Ennek a helynek a profilja, és sose lesz kész igazán, sose lesz kitalálva igazán. Csak azt szeretnénk mondani, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és formálják úgy, ahogy gondolják. Ami a legizgalmasabb a Craftban, hogy a Telekom nem lineárisan tanítani akar minket, hanem csatlakozni hozzánk, és inspirálni akarnak minket. Hogy én hogyan lettem moderátor, az nagyon jól mutatja így az egész Telekom Craftnak a szellemiségét, hogy itt, hogyha valamire egy kicsit szeretnéd magadat kipróbálni, akkor arra lehetőséged van, és utána ilyen egész nagy dolgokat tudsz csinálni. Hogy én crafter lehetek, az, hogy nagyon sok lehetőség van, és tényleg olyan élethelyzetekben próbálhatom ki magam, amit amúgy nem próbálhatnám ki, vagy csak sokára. Nekem ez volt életem első sajtótájékoztató, és fogalmam sem volt, hogy mire számítsak, csak mondom, de jöttek utána a szobában megnézni az eszközöket, kipróbálni. A sajtótájékoztató szerintem nagyon menő volt, mert iszonyatosan szabadon értelmeztük az egészet. Tényleg érezhető volt, hogy a fiatalokra van szabva. Mi alakítottuk ki az egész eseményt, és ez tök jó volt, hogy ezt egy ekkora nagymúltú cég ránk bízta. A Craft Lab megnyitójára különböző grafikákat készítettem, karszalagot, plakátokat, illetve webes felületre is készültek grafikák. Szerintem a legnagyobb előnye ennek az egész Craft Labnek, hogy ez nem egy hely, hanem ez egy szellemiség, ez egy közösség lesz. Szóval besétáltam a Craft Labbe, és elképesztően profi, megdöbbentő, hogy milyen technika áll rendelkezésre, és az, hogy a fiatalok ezt teljes mértékben igénybe vehetik. Teljesen egyedülálló szerintem, és teljesen úttörő, hogy megvan a helye annak, hogy szabadon engedd a kreativitásodat, és azt hoz létre, amit csak szeretnél. Ez egy fontos dolog szerintem egy kezdő alkotó számára, hogyha olyan eszközöket tudja magát körbevenni, ami az ő munkáját segíti. Most bejön mondjuk egy fiatalabb, az nem is tudja elképzelni, hogy milyen ezek nélkül, az eszközök nélkül gyártani bármit is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egyes szobák technikai felszereltségével mit lehetne kihozni egy történetből. Bedobnék ide egy regényt, és akkor ezt minden teremben megfuttatnám. Merjetek kilépni a négy fal közül, gyertek le ide, itt is van legalább négy fal, és tök jó, hogy meg lehetett csomó olyan emberrel ismerkedni, akárki együtt alkotni, aki hasonlóképpen fogékony, és remélhetően minél többen vagytok erre fogékonyak. Alkotni jó.